A zsiráf. Mindenki tudja, hogy a zsiráf a legmagasabb állat a világon. De összehasonlításképpen milyen magas is? Mindenek előtt egy újszülött zsiráf magasabb, mint egy ember. Egy felnőtt zsiráf pedig olyan nagy, hogy könnyedén benéz egy ház második emeleti ablakán. Még az is lehet, hogy megkóstolja a reggelinket. Amúgy természetesen a szavannán ahol a zsiráfok valóban élnek, nem nagyon vannak házak. Csak végtelen puszták és nagy szárazság. A zsiráfok a magasságukat kihasználva a fák lombjaiból táplálkoznak. Így fedezik a folyadék szükségletük egy részét is. A szavannán az ivás ugyanis kockázatos művelet, hiszen a vizekben krokodilok lehetnek. A zsiráf, ha egy tavacskát talál és inni akar, a hosszú nyaka miatt azt csak egy speciális módon tudja, mivel nem nagyon tud lehajolni. Ilyenkor szélesen szétterpeszti a lábát, és úgy kortyolja a vizet. Arrafelé érdemes különösen óvatosnak lenni. Ezért igen éberen és kisebb megszakításokkal alszanak. Szunyókálás közben is élénken fülelnek, és egyik szemükkel a környéket kémlelik. Érdekesség, hogy a zsiráfot régen tevepárducnak hívták, mert a hátán, mintha neki is púp lenne. A mintái pedig a párduchoz hasonlatosak. Egyébként hihetetlenül mókás lények. Az állatkertekben is az egyik legnépszerűbb állat a zsiráf. Örömteli, hogy ott is képesek szaporodni. Viszont mindig csak egy zsiráf bébi születik. Náluk nincsenek ikrek. Néha még madarak is vendégeskednek a hátukon, megtisztítva őket a zavaró bogaraktól. A zsiráf
láthatóan nagyon békés, egyáltalán nem agresszív. Ha elő is fordul közöttük kakaskodás, a dominanciát a hímek úgymond nyakazással érik el. Ilyenkor a fejüket lendítik egymásnak, ezzel mérve fel az erejüket.